Reggeli Monitor. Most, hogy Burkina Faso és Niger is kilépett a G5 vagy G5 Sahel biztonsági szervezetből vagy együttműködésből, tulajdonképpen összeomlott ez az egész rendszer, mert ugye korábban Mali kiválásakor már a nigeri elnök azt mondta, hogy ez már most véget ért. Mi az oka annak, hogy innen menekülnek az országok, amit ők hoztak létre? Igen, amit szerintem nagyon fontos, hogy rögtön az elején tisztáznunk, hogy ez elsősorban szimbolikus gesztus. Tehát, hogy a G5 Sahel együttműködés, illetve magának a biztonsági erőnek a létrehozása ugye a 2013-as mali francia katonai szerepvállalás után azt célozta volna, hogy ezt a francia szerepvállalást, ugye, amire azért mindig már az elején fölmerült ugye, itt az újra gyarmatosításnak a vágya, ezt egy regionális köntösbe öltöztesse. Már csak azért is egyébként, mert a franciák sem lelkesedtek azért, hogy egy dandárnyi erőt, ugye több mint 5000 főt ott állomásosztassanak a Sahelben, és ők kergessék a dzsihadistákat, miközben az érintett országoknak a hadereje az lábhoz tett fegyverrel, a barakkokban ülve nézi ezt a kergetőzést. Azonban egyébként ugye nagyon az a 14-15-ös kezdeményezés kapcsán 19-re már lehetett látni, hogy ez nem működik. Tehát egyetlen olyan erő volt, ami érdemben belekapcsolódott a G5 Sahelnek a munkájába. Ez pedig igazából a csádi kontingens volt, ami komoly hadműveleteket hajtott végre, ugye például a Csátó medencéjében a szélsőségesekkel szemben. De az összes többi részvevő kapcsán az látszott, hogy nagyobb volt a szervezetnek a füstje, mint a lángja, és nem voltak képesek nemhogy fölvenni a küzdelmet a dzsihadistákkal egy közös erőformájában, de még a szükséges katonai alakulatokat sem kiállítani. Itt mindegyik országnak egy zászlóalja kellett volna hozzájárulni összesen nagyjából 5000 fővel. Nagyjából ugye itt egy üres edény törnek össze a szereplők, aminek azért nyilván megvan a maga szimbolikus jelentősége, amiben van egy elég ijesztő szempont is, mert ugye bár a kommunikációban ugye itt azt hangsúlyozták a szereplők, hogy hát ez a G5 Sahel együttműködés, mármint akik kilépnek ugye Burkina most és Niger, hogy hát ez egy ilyen kolonialista, franciák által rájuk erőltetett együttműködés, de attól a tények még tények maradnak, már pedig a tények azok, hogy a dzsihadista csoportok az elmúlt években, úgy különösen egyébként paradox módon, mióta a franciákat kitették, tovább erősödtek a régióban, nem nagyon látszik, hogy hát sikerül ennek gátat szabni. És ugye ez a száháli szövetség, amit alternatívaként megalakított ugye a három ország, ugye Burkina, Niger és Mali, hát ez nem nagyon látjuk, hogy sokkal hatékonyabb lenne, mint ez az általuk ugye a neokolonialistának bélyegzett szervezet. Egyébként ezek az országok a saját területükön mennyire tesznek bármit is azért, hogy rendezzék a helyzetet? Ugye itt nagyon eltérő a három országnak a helyzete. Ugye Mali küzd legrégebb óta a dzsihadistákkal, és itt látjuk azt, hogy a Wagner csoport egy viszonylag masszív katonai erővel, nagyjából 1500 fővel jelen van az országban. Ki fizeti őket? Egyrészt nem tudjuk nyilván, nincsenek nyilvános dokumentumok, ugye a kiszivárgott információk alapján, ugye egyrészt a mali kormány fizet a Wagner csoportnak, nagyjából ilyen havi 5-6 millió dollárnyi összeget, plusz a Wagner csoport komoly koncesziókat kapott a mali aranybányászatban, és így ebből finanszírozzák a tevékenységüket. De ugye a rossz nyelvek szerint, de egyébként ha megnézzük a támadások mintázatát, hogy hol éri támadások a Wagner csoportot, azért az látszik, hogy a Wagner nagy erőkkel van jelen a saját aranybányái védelmében. Ugye a dzsihadistáknak ugye fő működési területein ott már kevésbé, és ugye ami aggasztó, hogy a támadásoknak a mintázata az egyre közelebb került a fővároshoz. Tehát most már az elmúlt fél évben olyan helyeken is történtek támadások, ami a franciák ott lét alatt az elképzelhetetlen lett volna. A másik, ami látszik, hogy a Wagner csoport a mali kormányerőknek elsősorban nem a szélsőségesekkel szembeni harcában segít, hanem azokkal a tuareg felkelőkkel küzdenek, akik ugye 12-ben kirobbantották a felkelést, akikkel aztán ugye 15-ben a bamakai kormány kötötte egy békemegállapodást, amit aztán hát a felek finoman szólva sem tartottak be sem egyik, sem másik oldalról, és aminek eredményeképpen gyakorlatilag az elmúlt fél évben a tuaregek felmondták ezt a békeszerződést, a mali kormányerők pedig a Wagner csoport támogatásával most a tuaregeknek az északi bázisait próbálják megtörni és elfoglalni. Ebből az látszik, hogy a mali kormánynak a dzsihadisták azok másodlagosak, ők a tuareg felkelőket szeretnék megtörni. És én nagyon röviden ugye Burkináról is nincs erről, ugye Burkina gyakorlatilag atomérre esett szét, semmiféle érdemi katonai megoldást nem látunk, gyakorlatilag szabad esésben hullik szét az ország északi területe, teljes városok állnak a dzsihadistáknak az ostroma alatt, elvágva mindenféle utánpótlástól. Ugye Nigerben egy picit jobb volt a helyzet, sőt, sokkal jobb volt egyébként a puccs előtt júliusban, arányaiban sokkal kevesebb támadás volt. Most azonban azt látjuk, hogy a hunta elsősorban ugye a főváros és a nagyobb városok védelmére koncentrálja erőit, megint csak nem a terroristák ellen, ugye, hanem azért, mert ugye
az egyre kisebb valószínűségű, de mégiscsak lebegtetett, hogy a külső ECOWAS intervenció, hogyha bekövetkezne, akkor meg tudja védeni a pozícióit. Tehát itt is azt látjuk, hogy sokkal kisebb figyelem van a szélsőségeseken. És akkor ugye itt van még a másik két ország, Csád és Mauritánia. Ott mi a helyzet? Stabilak és képesek rendben tartani legalábbis ilyen téren az országukat? Ugye Mauritánia mindig sokkal kisebb súllyal esett a latba ebben a történetben, miközben az országnak a Malival határos régióiba felbukkannak dzsihadista csoportok, ezek inkább gyakorlatilag pihentetni viszik oda az állományukat, nem látunk olyan jellegű felkelés, mint a másik három országban. Csádnak egy nagyon sajátos helyzete van, ugye itt azért stabilitás kapcsán a Szahelben minden országnál nagyon óvatosan kell ezt a szót emlegetnünk. Ugye az látszik, hogy a kormány a helyén van, de nagyon a belső ellenállás, és hát Csádot is több oldalról szorongatják. Ugye egyrészt ugye a Csád-tó medencéjében itt vannak a Boko Haramhoz köthető terrorszervezetek, amelyek ellen Csád háborút visel. Van az országban több felkelő csoport is, ami ugye a hatalmon levő ugye Déby-klánt, meg Mahmoud Déby-t szeretnék megbuktatni. Illetve, amit talán a legfontosabb tényező jelenleg, az a szudáni polgárháború ugye Csád közvetlen szomszédságában, aminek az eredményeképpen ugye már 500 000 menekült érkezett Csádba, miközben egyébként az országban már eleve volt 1 millió külső és belső menekült. Ugye óriási nyomás van ezért a csádi kormányzaton, NGO-kon, ott tevékenykedő külső szereplőkön, hogy próbálják egybe tartani ezt az országot, és hogy hát gyakorlatilag ilyen utolsó bástyaként megőrizni a térségben. Na most tulajdonképpen ez a száhelővezet a legproblematikusabb migrációs szempontból is. Rengeteg a menekültön is említette, és hát ha tud még tovább romlani a helyzet, nem tudom, hogy hova tud ez még tovább romlani, bár mindig lehet valami rosszabb, de hogy ez jelentősen befolyásolhatja egyébként elsősorban a környező országokra, aztán később persze Európára nehezedő migrációs nyomást. Igen, ugye ne felejtsük el, ugye most is, hát hogy attól függ, hogy számoljuk, de ugye 7-8 millió közti külső és belső menekült van a régióban, tehát ez óriási szám, és azt látjuk, hogy a Száhel az mindig egy átjáróház is volt, tehát nem csak onnan jönnek el az emberek, hanem egy átjáróházként működött Európa fele. Most egyébként pont a közelmúltban történő nagyon fontos változás, amiről itthon, meg Európában is szerintem nem elég figyelmet szentelünk, már pedig az, hogy a nigeri hunta visszavonta a 2015-ös migrációellenes törvény. Mert ugye azt kell tudni, hogy Niger volt az egyik legfontosabb elosztó központ, ugye évi 300 000 és 400 000 közti ember kelt át az országon, Észak-Afrika, és aztán egy részük tovább Európa fele. Ez részben EU nyomásra egyébként, komoly pénzügyi támogatásokért cserébe, ugye Niger egy 15-ös törvénnyel elvágta ezeket az útvonalakat, utána gyakorlatilag a töredékére esett vissza az átkelési számok, tehát ez a 300 000-400 000-es éves szám, ez visszaesett 100 000 alá, sőt volt olyan év, hogy 50 000 környékére. Most a nigeri hunta ezt visszamondta, ezt a törvényt, nagyjából egy héttel ezelőtt, és egészen biztosan várható, hogy azok a csempészhálózatok, azok a teljes falvak, települések, akik egyébként ebből éltek, tehát hogy itt azért óriási embertömegről van szó, akik kifizetik a csempészeket, akik útközben fogyasztanak, akik esetleg munkát vállalnak azért, hogy pénzt generáljanak az út hátralő részére, tehát ez gyakorlatilag azok az akadályok, amik ezt megfogták 8 évig, ezek elhárultak. Egészen biztos, hogy hónapokon belül ismét azt fogjuk látni, hogy jelentősen nőnek a számuk Európa fele. Hát most teszek fel egy olyan kérdést, amire gondolom, hogy nagyon nehéz választ adni. Mi a megoldás, vagy mikor lehet itt megoldás? Milyen megoldások lehetnének egyáltalán? Nézd, ez csak a személyes szakértői véleményem, azért, hogy legyen valami perspektíva, és ne bújja ki a válasz alól. Tehát ugye ami látszik a külső szereplők részéről, különösen az Egyesült Államok részéről, de részben Franciaország részéről is, hogy hát most kiszorultak ebből a térségből, miközben az oroszok részben a kínaiak átvettek pozíciókat. Washington egyre inkább egyébként a Guinea-öböl környékére fókuszál, Elefántcsontpart, Gána, Togo, Benin, azért, hogy ne legyen még rosszabb a helyzet, és ez a sok probléma, hogy a Száhelben kialakul, ez ne gyűrűzzön tovább a Guinea-öböl partvidéke fele. Északról pedig ugye látható Marokko, Algéria próbálja, amennyire lehet mérsékelni ezt a katasztrófát. És hát nem véletlen egyébként, hogy itt emlegetjük Csádot, akármilyen problémás is ott a helyzet, ha ott is bekövetkezik egy ilyen jellegű katasztrófa, mint amit láttunk Nigerben, Burkinában, az tovább rontott a helyzeten, tehát hogy amennyire lehet a csádi stabilitáshoz kell ugye a külső szereplőknek hozzájárulnia, és bár ugye tudjuk, hogy hosszú távon ugye van ez a mondás, hogy mindenki halott, halottak vagyunk, ha nem is hosszú, de középtávon azért ezek a pucskísérletek és ez a nagyon nagy barátság Oroszország felé, én azt gondolom, hogy erodálódni fog,
egész egyszerűen azért, mert a helyi lakosság látni fogja azt, és részben egyébként már kezdi látni, hogy a Wagner csoport nem jelent megoldást a problémáikra. A katonai hunták alatt a biztonsági helyzet az romlik, és szerintem még láthatjuk azt akár a következő években is viszonylag hamar, hogy ezek az országok ismét ugye például a Franciaország vagy az Európai Unió felé fordulnak segítségért. Mert egyébként ez ennyire rugalmas vagy dinamikus viszony a franciákkal? A volt gyarmati országokban, hogy ha rossz a helyzet, akkor végül is visszamenekülünk hozzájuk? Hát nézd, azért ezek mindig ilyen mediterrán házasságként működtek, és azt is azért világosan kell látni, hogy ez Európának a kiskertje. Tehát nem véletlen, hogy a Wagner csoport itt mindenféle legendákkal ellentétben nem stabilizálni, hanem destabilizálni van jelen, hiszen minden probléma, amit generálódik, az elsősorban ugye a helyi szereplők, másodszorban pedig Európának a problémája. Ugye a franciák, és ez világosan látszott, gyakorlatilag 2020 óta nem tudnak jót tenni a Száhelben. Tehát ha beavatkoznak, mert történik valami, akkor az a baj, ha nem avatkoznak be, akkor az a baj. Egy picit nekem az a benyomásom, hogy a franciák most úgy vannak vele, hogy akkor mindenki följön kicsit a saját levében, lássák meg, hogy mit választottak mondjuk a Wagner csoport jelenlétével hozzájuk képest. Az oroszok még nincsenek olyan gazdasági adóászok a kezükben, hogy érdemben előrébb tudják lökni ezeket az országokat. Az látszik, hogy a Wagner csoportnak a nimbusz az a Kreml által készített filmeken nagyon jól mutat, de a gyakorlatban a harctéri teljesítményük az hát finoman szólva is vegyes képet mutat, miközben egyébként komoly veszteségek érik őket. És egyébként a dzsihadista videókban ugye nagyon sokszor látjuk, hogy nem a franciák az elsődleges ellenfelek, hanem az orosz Wagner csoport, és azért itt lelőtt helikopterekről és lezuhant IL-76-osokról vannak videók, amikről persze azt mondják a helyiek, hogy bocsánat, a Wagner csoport, hogy ez baleset volt, nem tudom micsoda, nem fogjuk tudni meg soha, hogy ez tényleg az-e, de hát itt rossz nyelvek szerint például az IL-76-osnak a Gao melletti lezuhanásában több száz Wagneres és mali kormánykatona vesztette életét. Tehát itt azért ilyen, hogy is mondjam, bakik kerülnek a rendszerbe. És azért ugye megint óvatos lennék, tehát az, hogy a franciákra felmondták a katonai megállapodásokat, meg a kilépnek a G5 csoportból, egyelőre nem nagyon látszik, hogy ez a francia gazdasági befektetéseket érinteni. Tehát például itt a nigeri uránbányák kapcsán nem látszik azt, hogy mondjuk a francia cégeket kiszorítanák, mert valószínűleg a helyi szereplők is érzik azt, hogy itt vannak olyan vörös vonalak, amikkel olyan mértékben szoríthatják sarokba Párizst, hogy mégis kénytelenek lesznek a jelenleginél aktívabb politikát folytatni.